A helyszín a Zalazon tesztpálya, Zalaegerszeg mellett. Mindjárt mi is részt veszünk egy ilyen kísérletben, talán nem pont ilyenben. Ugye itt a Zalazonon elindítottunk egy versenyképes mérnöki szolgáltatást, amihez tartozik egy nagyon komoly eszközpark, aminek a komponensei itt láthatók. Többek között ez az autó, ami egy elüthető autó. Adódhat a kérdés, hogy miért van ilyenre szükség. A mérnöki szolgáltatás keretében fókuszálunk a vezetéstámogató rendszerek tesztelésére. Mik ezek a vezetéstámogató rendszerek? A vészfék, asszisztens, sávtartó rendszer, holtérfigyelő. És ugye ezek rendszerek tesztelése potenciális ütközéssel járhat, mert hiszen még fejlesztési fázisban van a rendszer, tehát ez egy ilyen jogos elvárás még a fejlesztő cégek részéről, hogy megtörténhet egy ütközés. És például többek között ez az autó biztosítja azt, hogy egy ilyen ütközés esetén sem ő benne nem történik, vagy nem marad károsodás, ami miatt ne lehetne újra felhasználni, illetve a tesztelendő jármű, ami ugye egy valós jármű, ő sem szenved semmi kárt. Tehát ez egy ilyen kompromisszum, és mindenki boldog a végén. Úgy kell elképzelni, hogy jön egy autógyár vagy autóipari beszállító, és igénybe szeretné venni az Zalazon szolgáltatásait? Ez a cél. És erre most akkor hadd mondjak egy példát, amire büszke vagyok. Az egyik neves autógyártónak feltétele volt, hogy akkor jön ide tesztelni, ha tudunk úgynevezett HD nagy felbontású térképet adni a tesztpályáról, és ezt nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a Budapesti Műszaki Egyetemnek a kutatócsapata állította elő, és produkált olyan HD térképet olyan minőségben, amivel ez az autógyártó elégedett volt. Olyan ez, mint az autós útvonaltervezők, csak nem méteres, hanem centiméteres pontossággal. Picit visszamennék. A mai autókat, amikor használjuk és azt gondoljuk, hogy térkép alapján navigálunk, akkor azok a térképek az emberekhez szólnak, és minket irányítanak, hogy mondjuk egy kereszteződésbe balra vagy jobbra forduljunk. Az autók számára készülő nagy felbontású térképek, azok centiméter vagy akár milliméter pontosak, tehát az az autót, az a szegélytől 10 cm-re be tudja irányítani, pontosan tudja, hogy hol vannak a vonalak, az elválasztó vonalak, a zebrák, és ez alapján, mint kiegészítő adat, szintén tud tájékozódni. Azért fontos, hogy meglegyen centiméter pontosan az Zalazonnak az összes pályaeleme, hogy ezáltal a tesztelést, illetve a fejlesztéseket tudjuk gyorsítani. Későbbiek folyamán, mikor kialakul a Scenario in the Loop tesztelési koncepció, ennek alapillére a centiméter pontos HD térképek. Vannak külső teszteszközeink, tesztrobotok, amik képesek egy előre definiált trajektóriát akár lejáratni egy járművel. Ezek pedál és kormányrobotokkal vannak felszerelve, és ugyanúgy centiméter pontosan képesek lejárni ezeket a pályákat. Definiáltunk egy olyan tesztesetet, ahol az előhaladó gépjármű egy cutoutot, egy kivágást hajt végre, és a hátul mögötte követő jármű, az pedig egy statikusan elhelyezett gépjármű mögött fékezést hajt végre. Na most ezt a szenáriót mi ezáltal, hogy megcsináltuk, elkészítettük itt a szimulációban. Az erre megírt konverter segítségével igazából két kattintással ezt át tudjuk fordítani egy olyan nyelvre, amit képesek ezek a pedál és kormányrobotok értelmezni, és a valós járművekkel ugyanígy pontosan ugyanazon a helyen lejárni. Nézzük a konkrét példát. Ugye a robotizáltságnak ebben a felállásban két funkciója van, egyrészt ugye a kormányzás megvalósítása, másrészt pedig a pedálrobotok működtetése. És a pedálrobot rögzítéséhez kell ez a keret, ezt nem az üléssínhez rögzítjük. Itt például a fék robot 650 newtonnal nyomja legrosszabb esetben a fékpedált, tehát az azt jelenti, hogy 65 kilóval nyomja az ülést hátra. Vagyis ha érkezik egy megrendelő, egy járműipari beszállító, akkor az általa hozott bármilyen járműbe 1-2 óra alatt beszerelhető a rendszer, és indulhat a tesztelés. Ez a robotizálás azért kell, hogy egy vevőtől érkező külső járművet mi be tudjunk integrálni abba a keretrendszerbe, amibe egy adott ilyen tesztszenárió, tehát egy több komponensű tesztszenárió megvalósulhasson az előjött feltételeknek megfelelően. Az Zalazon mindent tud, amit egy hagyományos tesztpálya, de annál egy kicsivel többet.
Hát mondok pár példát arra vonatkozó, hogy ez miben különbözik egy hagyományos tesztpályától. Tartalmaz minden olyan elemet, amit egy hagyományos járműves teszt során le kell ellenőrizni, például a fékrendszert, például az autónak a jármű dinamikai viselkedését, de mondok egy olyan egyszerű példát, hogy autópálya szakasz sehol a világon nincsen tesztpályán, nálunk van egy másfél kilométeres autópálya szakasz, kifejezetten azért, mert meggyőződésünk szerint az autonóm járműves jövőnek az egyik mérföldköve, ez az autonóm járműirányítás autópályás környezetben lesz, és erre fogunk tudni felkészülni egy ilyen autópályás szakasz.